Szevasztok srácok, én Szilárd vagyok is, remélem nem fejjel lefelé veszem fel a videót, de látjátok, nem tudtam így se normálisan beállítani. Úgyhogy fasz a gyerek vagyok. Na mindegy, jó az így. Ilyen semmilyen. El vagyok tűnve, mint láthatjátok. Ez azért van, mert van egy nagyobb projekt, amit meg szeretnék valósítani, és most nagyon így arra fókuszálok, hogy hogyan fogalmazzak. Most itt vagyok a reptéren, és katasztrófa, ami itt megy, de tényleg ez a kidobó szolgálata, ami itt megy, az kriminális alatt van, jóval, egy olyan nulla körül van a szint, amit tartanak, tehát ez a középre beállunk, mint régen a cigányok a diszkóba, és akkor középen pogózunk ilyen benyomott órú kancigányokkal, tehát ilyen kidobók vannak itt, ezek nem semmi más, ezek kidobók, ugye, és katasztrófa az meg, tehát az ember nehogy már ilyen kordont húztak ide a reptérre, és úgy viselkednek az emberrel, mint egy darab szal lenné, pedig 12 éve jár föl ez a cég, amin én dolgozok, és tényleg úgy viselkednek az emberrel, mint hogyha egy köcsög hiéna lenné, hogy én nem is tudom. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Nekünk szerződésünk is van a reptérrel, szóval katasztrófa, ami itt megy. Most ezen a héten kezdődött el. Na mindegy, visszatérve rám, hogy miért vagyok eltűnve. Ez egy nagyobb projekt. Igazából már évek óta szerettem volna ezt a projektet megcsinálni. Csak úgy adta ki a lépés, hogy csúsztatni kellett nem sokat. És most elértem arra a pontra, hogy meg tudom valósítani azt, amit szeretnék már évek óta. És így erre fókuszál az agyam. Most konkrétan mindig ez jár a fejembe. Majd lehet, hogy lesz egy-két morzsa elhintve róla, csak nem szeretném, hogyha nagyon ilyen beképzelt embernek tűnnék, meg úgyis megvan az embernek a véleménye az ilyen típusú emberekről. Mert ez egy magyar vélemény, ugye, mert Magyarországon mindent fordítva, kifacsarva történnek a dolgok. De attól független én azt mondom, hogy én nekem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ezt el tudtam érni, és nagyon sokat segített ebben egy-két ember plusz a családom. Úgyhogy ez egy ilyen kis sikernek, nem is kicsi, igazából elég nagy sikernek élem meg. És ennyi igazából, szóval most teljesen rá vagyok fókuszálva, meg ezen kattog az agyam minden nap. Még ez egy két hét, ha minden jól megy, 90%-ra biztos vagyok benne, ez két hét múlva fog beérni, köbö, helyek közben. És akkor már nyugodtabb leszek, és tudok más dolgokra is, például a videózásra kicsit több időt fordítani. Most ez nagyon elkapott ez a gépszi, és ezért így csak ezzel foglalkozok most kizárólag. Nem magyarázkodok, mert nem, mint hogyha videóznék rendszeresen. Csak így megmondom nektek, hogy a büdös cigányok, vagy arabok, vagy mik ezek itt mászkálnak. Olyan igénytelen emberek vannak, bazd meg. Látnátok ezeket, akik itt állnak? Katasztrófa. Na, és igazából... Ja, ez a helyzet. Erre megy el az energiámnak nagy része, meg ezen gondolkozok, ezen agyalok, és én most kicsit le vagyok ezzel foglalva. Amellett én magamnak, én szoktam, ha van kis szabad időm, akkor játszani, tudjátok, nagyon szeretek, és most az Assassin's Creed Odyssey van a listámon, hát kell közel, amióta megvettem a tévét, ez már két hónapja volt lassan. Két hónap alatt a játéknak az ilyen 30%-ánál jár, és úgyhogy benne van olyan 40-45 órám. Ki lehet állni, hogy milyen nagy a játék. Na mindegy, annyit szeretnék még hozzáfűzni ez a videóhoz, hogy most kicsit ilyen vagyok, összeszedetlen. Próbálom magamat így jó útra terelni, helyreállítani a dolgokat, és akkor lehet, hogy még talán visszatérek rendesen. Úgyhogy köszönöm, hogy aki velem tart, mert aki feliratkoznak, mindig iratkoznak fel az emberek. Kicsit előrébb állok, lesz hely. Úgyhogy köszi szépen srácok, hogy velem tartotok, és ennyi. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!